Fiatal asztali teniszezőkkel telt meg a Csókai Jován Popovics általános iskola tornaterme. Az újonc egyéni versenyen 12 évnél fiatalabb fiúk és lányok mérték össze tudásukat. Sokat készültem, otthon is készültem, és próbálok nyerni, ha sikerül. Milyenek az ellenfelek? Hogy érzed? Hát jó, erősek is. Egyrészben azért szeretek pingpongozni, mert az anyukám is pingpongozott, és ő is nagyon nagy híres, hát híres volt, és akkor én is folytatom, meg hát szeretek is, mert itt is vannak legjobb barátaim. Szabó István pályafutása alatt több mint 200 bajnoki és több 10 Európa bajnoki titulussal gazdagította a Csókai Asztali Teniszklubot. Kiemelkedő szakmai tudásának köszönhetően pedig számtalan sikeres sportolót nevelt fel. Nagyon büszke vagyok, hogy a Pista bácsi hát neveltse voltam. Nagyon sokat kaptunk az asztali tenisztől akkor is, és utána is ez így bennünk maradt, és mai napig mi ezt így viszük magunkkal. És ezért is nagyon fontos, hogy ilyen hát kicsi korban megszokják hát ezt a mindennapos, nem könnyű, munkát, edzést. Az elmúlt években ismét több gyerek keres fel minket és jelentkezik. Jó azt látni, hogy az asztali tenisznek van jövője, hangsúlyozta Kormányos László, az esemény szakmai koordinátora. 13. alkalommal szervezzük meg a Szabó István emléktornát, és hála jó Istennek nemzetközivé is sikerült tenni. Magyarországra érkezett 3 klubból 10 gyerek, és bízunk benne, hogy az országos ranglista verseny, tehát az ország legdélebbi pontjáról egész a legészakabbi Horgosig minden klubnak több mint 40 egyesület nevezett a mai napi versenyre. Az esemény végén érmekkel és értékes ajándékokkal értek haza a fiatal sportolók.